a méhnyakrák prevenciójáról szól. Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét alkalmából szaktanárok tartottak gyöngyfűzéssel egybekötött prevenciós órát a diákoknak 60 több középiskolájában. Karkötőt készítenek ezek a végzősök a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnáziumban, a gyöngy a méhnyakrák elleni védelem szimbóluma. Az egyik tanuló, Kis Krisztina családjában van olyan, aki jelenleg is küzd a daganatos megbetegedéssel, így kiemelten figyel arra, hogy rendszeresen vegyen részt szűrővizsgálaton. Kiemelte, erre biztatja a környezetében élőket is. Mint mondta, minden élet számít. Én fél évente járok szűrővizsgálatokra, és nagyon pozitív tapasztalataim vannak, és én is biztonságban érzem a saját magam testépségét. A figyelemfelhívó kampányt a Magyar Rákellenes Liga 60-i alapszervezet és segítőszolgálat szervezte. A Liga elnöke elmondta, hogy a program fő célja, hogy népszerűsítsék a nőgyógyászati szűrővizsgálatot. Lazányi Jánosné hozzátette, azt tapasztalja, hogy kevesen keresik fel rendszeresen nőgyógyászukat. Nagyon kevesen mennek el orvoshoz, még a mai napig is. A szűréseken 40-45%-ban mennek el a nők, pedig van lehetőség rá. A Liga az egész országban megmozgatta alapszervezeteket, és mindenki különböző időpontokban ezt a programot valósít, mert nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra. Magyarországon a nők körében az emlőrák után a második leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés a méhnyakrák. Évente mintegy 1000 nőt diagnosztizálnak vele, és több mint 400-an halnak bele, mondta a 60-i Albert-Schweitzer Kórház rendelőintézet szülészetnőgyógyászati osztály vezető főorvosa. Algaui Nadim hangsúlyozta, a betegség gyógyítható, ha időben felfedezik azt. És megtesszük a megfelelő kezelést, 100%-osan meg lehet gyógyítani. És itt az a gond a méhnyakráknál, azoknál, akik nem jelentkeznek rendszeresen rászűkésre, akkor vannak komoly panaszok, amikor már nem lehet gyógyítani. És az a veszélyes benne, viszont ha jár évente rákszűrésre, és már az előtüneteket felfedezzük, és megcsináljuk a megfelelő diagnosztikát, akkor, ahogy mondtam, az előbb 100%-osan megmentjük az illetőt, akár így is lehet mondani, a haláltól. A szakember azt is kiemelte, a HPV vírus felelős a méhnyakrákos megbetegedések 70%-áért, így a védőoltás is kiemelt szerepet kap a megelőzésben. Ezt érdemes a fiataloknak még a szexuális élet megkezdése előtt beadatni. Ajánlott továbbá a férfiaknak is, mivel ők is vírushordozók lehetnek.